A konferencia alcíme az volt, a családban élő felnőtt értelmileg sérültek helyzete napjainkban és változások a jövőben. A gondozottaknak lehetőségeket és baráti kapcsolatokat jelent az intézmény, mondta Barta Gábor. Én szeretek a napközibe járni, szeretem a nevelőket, a munkatársaimat szeretem, és holnap lesz nekünk itt fellépés a zenekarral, meg a tánttal, és mi nagyon voltunk nyáron, Orsfőn ilyen táborban voltunk, és ott is ezzel barátkoztunk ilyen folyatékos emberekkel, és tartjuk velük a kapcsolatot. A konferenciát annak fővédnöke, Habis László polgármester nyitotta meg, aki szólt arról, hogy milyen beruházásokat valósít meg a város a szociális területen. Ebben a hónapban, novemberben avattuk fel az Ének intézmény szomszédságában azt a elsősorban pszichiátriai betegek számára szolgáltatást nyújtó nappali intézményt, amely Szociális és Fejlesztő Központ névre hallgat, amely a város beruházásában valósult meg, és amelyet az Ökumenikus Segélyszervezet fog működtetni. Folyamatosan javul az értelmi fogyatékosok elfogadottsága a társadalomban, de ez az az út, aminek voltaképpen sosincs vége, fogalmazott Külvári Anikó, az EGRI Szociális Szolgáltató Intézmény igazgatója. Nyilván kis lépésekkel haladunk, de azt gondolom, hogy az is, hogy ilyen intézmények léteznek, hogy ilyen intézmények egyre többen vannak, egyre jobb feltételekkel, egyre jobb tárgyi és személyi feltételekkel, egyre jobb körülmények között tudnak dolgozni, illetve az, hogy nyilván a társadalom is változik. Oda-vissza kölcsönhatásban működik ez a dolog, én is azt érzem, hogy változik a helyzet, és pozitív irányba. A programnak az Eszterházy Károly Egyetem adott otthont. Dr. Mező Ferenc dékán helyettes örömmel adta hírül, hogy 2018. szeptemberétől gyógypedagógiai szakot indít az egyetem logopédiai és pszichopedagógiai szakirányjal. Az értelmi fogyatékosok nappali ellátó központjának elődje 1983-ban kezdte meg működését, 1992 óta tartozik az önkormányzat fennhatósága alá, innen számolják az indulást, amely apropót adott a mostani konferenciának. A líceumban ezzel egy időben az ellátottak különböző alkotásaiból nyílt kiállítás is megtekinthető volt.